Csikorogtak a sportcipők az Rínyi Ilona gimnázium torna csarnokában. Ezúttal nem testnevelés óra volt, regionális kézilabda kiválasztót tartottak. Az Országos Szövetség a Szabolcs, Hajdú és Borsod megyei fordulókból tovább jutott 14-15 éves fiúkat mérte fel. Vagyis a korosztály helyben legtehetségesebb sportolói léptek pályára. Tudni kell azt, hogy ebbe a korosztályba több mint 2000 kézilabdázó van. Azok közül az első körön közel 500 játékost néztünk meg. Most egy olyan 180 játékosnál tartunk, amit tovább szűkítünk a felmérési anyagokkal, azoknak, ahol megfigyeljük a gyerekeknek a technikai képzettségét, a fizikai képességét, illetve a játékban mutatott teljesítményüket. Tehát egy elég komplex rendszeren keresztül folyamatosan szűkítjük, és egy körülbelül 60-as létszámot szeretnénk a végére, akik a jövő évi serdülő válogatottnak egy nagyon bő keretét adhatják, akikkel a jövő évben a serdülő válogatott edzője elkezdett dolgozni, és folyamatosan építheti fel a csapatát. Addig még hátra van egy kelet és egy nyugat-magyarországi kiválasztókör, erre valamikor májusban kerül sor, és itt már elsősorban a részvevők játékkészségét mérik majd fel. Atti tehát nagy a fiatalok számára, nem csoda, hogy izgatottan várták ezt a napot is. A nyíregyházi Illés Nándor arról beszélt híradónknak, mikor szerette meg a sportágat és mennyi ideje jut rá. 4 évvel ezelőtt kezdtem, az aranyba járok ott, az egyik tesi tanár rávett, hogy kezdjem el, és annyira megtetszett, hogy azóta azt csinálom. Tanulásra így kevesebb időm jut, de meg lehet oldani, így hogy már nincs napközi, így hazamegyek és meg tudom tanulni a dolgokat edzésen. Heti 6-7 edzés, az úgy kb. 8 óra edzés egy héten, és így emellett úgy napi 1 óra, 1,5 órát tudok tanulni. És készülünk. Ahogy neki, úgy a legtöbb jelenlévő fiú számára is a serdülő válogatottba való bekerülés a cél. A későbbiekben pedig többen az NB1-be vagy még nagyobb szintekre is szeretnének eljutni. Az Országos Szövetség a válogatókon kívül más szakmai eseményeken is foglalkozik az utánpótlás neveléssel. Április elején Nyíregyházán is sor kerül egy ilyenre. Miután a Magyar Kézilabda Szövetség nem csak itt a válogatón, hanem egész országszerte szeretni kiemelten kezelni az utánpótlást, április 9-én tart egy utánpótlás sorozat eseményt, aminek országos szinten Nyíregyháza lesz az egyik helyszíne. Április 9-én a Debrecen Egyetemnek egészségügyi főiskolai karán 2-től 6 óráig, ahol meg fog jelenni Zsiga Gyula, a szakmai és versenybizottság elnöke, az utánpótlás szakág vezető úr, és olyan témákat választottak, amelyek elsősorban segítik az utánpótlásnak az innovatív fejlődését, a TAO támogatási rendszereknek a felhasználását, és szeretnének egy új területet is egyébként mozgósítani, ez pedig a strandkézilabda. Az április 9-i programra elsősorban egyesületek sportvezetőit, szakmai és gazdasági szakembereit várják, de a rendezvény nyilvánosan látogatható, ugyanakkor regisztrációhoz kötött, amelyet az MKS erre létrehozott felületén lehet megtenni.